Az első két hétben a fizikai munkára helyezték a hangsúlyt a nyíregyházi férfi kosarasok, a harmadik héttől már a taktikai elemek súlykolása kerül előtérbe, persze emellett azért a konditermet is rendszeresen látogatják Szavicsék. Sitko Ernő szakmai igazgató szeretné, ha a bajnokság kezdetére összeállna a csapat által elképzelt játéka. Próbálok olyan játékokat összeállítani, amíg nek a részeivel már találkoztak a játékosok több mozgásban, illetve hát azért csodák nincsenek, itt a mozgás, az alapmozgás az mindig ugyanolyan, csak az attól függ, hogy milyen sorrendben próbáljuk összepakolni őket. De természetesen egy tapasztaltabb játékos sokkal hamarabb meg tudja tanulni, mint az, aki kevesebb tapasztalattal rendelkezik. Viszont a célunk mégiscsak az lenne, hogy sikerüljön begyakorolni a játékokat, automatikus mozgásokat szeretnék, attól függően, hogy merre mozog a labda, merre mozog a játékostárs, ez mind megnehezíteni a dolgát az ellenfélnek, hogyha föl akarnak térképezni minket. Tehát nem egy-két hétről van szó, amíg ezt el lehet sajátítani, de remélem, hogy jól fogunk haladni, és a bajnokság kezdetére ezt meg tudjuk oldani. Hétfőtől már a nyíregyháziakkal készül a bosnyák Halis Taric, aki 3-4-es poszton lehet segítségére a csapatnak. I'm here to help the team. Szeretnék segíteni a csapatomnak, de mindenütt ezt várták tőlem, így ez nem okozhat gondot. That's my duty, that's my job. A nyíregyháziak szombaton játsszák első felkészülési meccsüket, a román első osztályban szereplő Nagyvárad otthonában lépnek pályára Taricék.